és a mozdulat táncművek közös előadását, amely immár hagyományjá lőtte ki magát, hiszen a táncművelynek ez az évzáró előadása minden évben. A közös munka mindenki számára építő jellegű, hisz a balett növendékeknek lehetőségük van élő zenére táncolni, míg a zenészek játéka más hangsúlyt kap a balett lépések aláfestéseként. Ma Csajkovszki Csipke Rózsika című balettjének rövidített változatát láthatják, hallhatják. Szevolovszkijnek a cári színházak élére kerülve egy olyan ötlete támadt, amelyben szerette volna a francia napkirály Versailles pompáját megidézheti. Ezért Öró meséjét, az Algóz szépséget választotta új balett előadásához. Később a Grimm testvérek adták a hercegnőnek a Csipke Rózsika nevet, mi magyarok már így ismerjük. Aztán Csajkovszkit kérték fel a darab zenésítésére, megkomponálására, és így jött létre annak a kiváló szerzeménynek a balettja, amelyet ma láthatunk. Csipke Rózsika premierje végül 1890. január 15-én volt Szentpéterváron, és nagyon érdekes, hogy majdnem 3 hét múlva a Magyar Nemzeti Balett is eltáncolta, de az Állami Operaházban először csak 1967. május 14-én mutatták be. A mai előadás művészeti vezetője Szit Melinda balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára, az Alma Mater Europe Egyetem és a Zágrábi Művészeti Egyetem klasszikus balett módszertan tanára. A koreográfiát készítette Szit Melinda és Markót Franciska. A mozdulat táncművei tanárai Markót Franciska tánctanár, Vég Nóra táncpedagógus és Tóth Marianna táncoktató. A szerepoztás szerint Csipke Rózsikát Horváth Regina, herceget Plita Márk, Karagoszét Markót Franciska, első tündért Erdőfi Zsófia, második tündért Mignici Luca, harmadik tündért Kis Viktória, a királynő Szit Melinda, a királyt pedig Bólyak Dávid táncolja majd. Közreműködnek továbbá a mozdulat táncművei táncosai 5 éves kortól 18 éves korig. A mesét Papp Andrea drámapedagógus írta. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar a mai estén Cser Ádám vezényli. Hetetét országon is túl, élt egyszer egy jóságos király és hűséges hitvese, akiket minden alattvalójuk nagyon megszeretett. Boldogságuk mégsem volt teljes, mert nem volt gyermekük. A királyi pár mindent megadott volna azért, hogy gyermekkacagás töltse be a palota hideg falait. Így teltek múltak az évek, amikor egyszer csak megáldotta őket az ég egy tündér szép leánykával. A kislányt Csipke Rózsikának nevezték el. Thank you.
Izgatottan készül mindenki a gyermek keresztelőjére. A hofmesterek felolvassák a meghívottak népsorát. Hercegek, hercegnők és tündérek vannak a meghívottak között. A legkisebbektől a legnagyobbakig, akik jó kívánságaikkal köszöntik a gyermeket. Vidám mazurka szól, az egész udvar örül, és ünnepi a kis hercegnőt. Thank you.
Az örömök azonban beárnyékolta egy váratlan felismerés. Az ünnepre elfelejtették meghívni a gonosz tündért. A kétségbeesés csak akkor lett teljes, amikor a gonosz tündér váratlanul bedobbant a koboldjaival, és átkodmondott a kis hercegnőre. Az átok így szól. Amikor Csipke Rózsika 16 esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy rokka, és halljon meg. Ki segíthet? Ki mentheti meg a kis hercegnőt a szörnyű végzettől? Orgona tündér jön, hogy segítsen. Az átkot feloldani nem tudja, de enyhíteni képes. A lány nem hal meg, csak elveszik addig, amíg egy herceg szerelmes csókjával fel nem ébreszti. Thank you.
szöndért végül a nép kiűzte az udvarból. Azóta eltelt sok-sok esztendő, Csipke Rózsika boldogan él szüleivel. A gonosz tündér azonban újabb cselezett ki, és a harródőknek titokban orsókat és tűket adott. A király azonban mindenre figyel, s elpusztít eléged bármit, ami megszúrhatná a leágya kezét. Figyelmét semmi nem kerülheti el. Észreveszi és börtönbe záratja az engedetlen szolgálókat, akik parancsa ellenére elfogadták a szúrós szerszámot. Thank you.
kezdődhet az ünnepség. Az egész udvar vidám partert jár. Thank you.
az idő. Csipke rúzsik a gyönyörű lányás erdő. Édesanyja férti a lányát, s mivel a szörnyű rúzsnak ott lebeg a fejük felett, öröme soha nem felnőtlen. Thank you.
Kiska 16 éves lett. Mindenki őt ünnepli, mindenki boldog. Az ünneplőtömegben azonban van egy furcsa alak. Köpenyet akarja, senki sem ismeri. Egy csokrot húz elő és Csipke Rózsikának nyújtja. A virágok pompázatosak, illatosak, rózsák. Ahogy a lány értük nyúl, az egyiktől is megszúrja kezünk, s így azon nyomban beteljesedik a gonosz tündér átka. Csipke Rózsika mély álomba zuhan. A herceg, aki őt ünnepelni jött, most kétségbe esve szaladt ki a teremből. Hogy segíthetne a lány? Csipke Rózsikát csak a szerelmes csók ébresztheti fel újra. Ehhez azonban segítőre van szükség. A
herceget Andit tündér elvezeti Csipke Rózsikához, akiről mindig is álmodott, hogy meglássa az alvó leányt, hozzáléphessen és megcsókolja. Ahogy a hercegnő kinyitja majd a szemét, megtörik a gonosz átok. Hosszú év után végre újra él a palota. Készülődnek a lakodalomra. Az ifjú pár előtt bemutatkoznak az előkelők, a birodalom legfontosabb emberei és mesés lényei. Az esküvőre rengeteg vendéget hívnak, és mindenki csak a szerelmeseket akarja látni. Három nap és három éjjel át tart a lakodalom, olyan szeretetben és boldogságban, amelyről talán csak a meséink szólnak. Thank you.
Thank you.